régi kezdődések. Ma újra ismétli magad a történetet. Köszöntöm mindenkit, ez itt a... Ja, tényleg ezt nem is nekem kéne mondani. Hülye fasz! Igen, üdv mindenkinek, Dávid vagyok, és ez itt a vasárnapi agyhalál 92. része. Vagy fejen 92 és a szlovéneket utána... Igen, ez egy fejen 92 mementó adás lesz, úgyhogy... Hát mondjuk... Ja. Viszont volt ugye a tegnapi podcasten attól függetlenül, de nem lett kiakasztva rendesen. Na szóval... Davilexes USA részről játszok újra, megpróbálom most nem kikresseltetni a játékot, mint előzőleg. Maximum a vendégeket fogod kikresseltetni. Hát itt olyan dráma lesz itt. Ti majd elintézitek magatokat, úgyhogy én... Tehát itt a nézőknek itt mondjuk, hogy itt nagyjából nagyon jó társaság összegyűlt. Aki szereti a Davilexet, aki nem szereti, meg én. Ja, és... Lehet, te ilyen íz és emlőnyös vagy, mi a fasz? Nagyon hosszú szövegeket itt nyomogatni. Én vagyok. Úgyhogy, és akik tönkre fogják tenni a mai videót, az Dego Rider, Rapido, Erzén és Márko Kocka. A tönkre is tettem. Hát sziasztok mindenkinek, a Davilex legyen veled, ja nem. Igen. Te már még nem, már még szűzbe vallottam, hogy mi a tasz. Meg. Ennyi? Kezdődik a coming out-olás is, jó van. Sert, hogy jévegeci. Ja, most kezdjük, és ég ki fog... Na, van meg. Ki fog először hisztizni? Na. Az pont nincs itt, az az ember. Ja, hát mondjuk ki tényleg. Na, bazd meg. Megyek Rikivel. No. Ricky Martin. Ricky. Hogy legyen ez olyan... Ez nem az a srác, amelyik olyan latinos? De. Ja, ennek van az a hülye szinkronja, amitől Dragon Ridernek izé... agyérzése van. Én már nem tudom, az meg, hogy az hogy volt. Emlékezz, akkor... Emlékezz rám! Akkor nem emlékszem, úgyhogy inkább hagyjuk. Akkor maradjunk annyiba, hogy megszoktad. Fúj! Ez hallod? Tehát neked mi körül jár az eszed? Hol jár az eszed? Ja igen, megint működik az R betűs hiba, csak nem tudom magam most hátra átbaszni. Aha, szóval már megint rámutalsz, jó van a kis szemét. Nem, de... Meg kéne néznem, hogy melyik a kamera állító, mert ez így nekem nem lesz jó. Megvan. Oh, ez az. Ha, négy eszem kamera. Ó, megköszöttem ezt az irányítást, mert fújos. Fúj! Fúj van, de fújos. Hát általában elég észre az irányítás a Direx-es játékoknak. Hát, azóta bizonyos... Hú, de milyen hangos ez a izé, a jó isten. Hát tökül, hogy egy kis cabrio ilyen simán felborít egy ruf. Ja, amúgy igen, roppant árkádos. Mi ez a fizika és mi ez a geci ronda grafika? Hát, ez fejje! Szerintem meg fantáziadús. Igen. Hát akkor... nem tudom, hogy milyen fantáziád van, de ezt a... Hát elég mocskos lehet, akkor így. Hát mondjuk azt tenni, hogy van benne mindenféle szín, de... De az nem jelent még, nem jelent még az, hogy szép a játék. De látod, nincs ez szép kék. Nincsenek benne licenszert. A kurva anyád. Mondjuk ez egy jó dolog. Vagy nincs benne 3D-s ember, úgyhogy örülhetsz. De van. Mint a hátra. Hát akkor már nem jó a játék. Az igen, mi a fasz? Az igen, viszont a Mercedes-t. Viszont papírban vannak az autók, mondjuk az igaz. Nem. De, ez elég. A sirénától még mindig megtapítom. Vagy akkor az nem papír, az a puta. A sirénától még mindig geci hangos. Hát... De várjatok már, ez most te... Ezek a rendőrautók, ezek keresztezett taxik, vagy mi? Nem, ezek csak... Mutások. Angolok, hát, az amerikai játékban. Melyik városban is vagyunk most hirtelen? Városban? Melyik vidéken vagyunk? Nem tudom. Kokain lender. Ugye elején... Vidéki rendőr, csendőr. Elején ki van írva. Ezek csendőrök. Ez a sheriff, vagy mi a faszom vidéken, de... Ja, sheriff. De ízé,
De nem az nem... igen! Az egész ilyen sárgás, azt elfogadjuk. Az a baj, hogy az én, ahogy nézem ezt a játékot, ez tipikus az a minőségű játék, amit én szoktam keresni. Jó van. Beindult nem. A fantázia. A Davilexet nálam nem fogod szídni. És kimondta, hogy a tech csatornádon fog menni. És az a Vilex amúgy miért szar, Balázs? Mondjuk már meg, hogy milyen kér, miért szar a Vilex. Hát figyelj, az a baj, hogy szerintem az adási szőben nem férne be. Figyelj, a leginkább főkolompos most nincsen itt, aki utálja, úgyhogy... Ja, tényleg. De az lett volna még a szép amúgy, tehát akkor aztán tényleg borul minden. Hát így is szépen összegyűjtünk, úgyhogy... Na csak nem lehet most jött fel. Szóval a félkolompos nincs itt. Lacsek! A nem 10 másodperc emlegettünk téged. Ez a best, a közül az a best of benne lesz. Istenem, ez tényleg, ez best of benne lesz. Na, achievement online. Árul, de Lacsek, hogy neked mi a izét volt most? Mi volt? Hirtelen izét, a levegő állásából tudtad, hogy most kell feljönni? Igen. Üzítés. A linket már látta szerint a Discordon, esetleg. Na, szóval akkor... igen, lehet mondani, hogy miért szar a Davilex. Nem szar a Davilex. Csak PSX-es. Csak fostal is kudeci szarfos. Igen, egészségedre fiam. Hát a... Ezért meg ítéltek el embereket a játékvilágban. Hopp, itt van megint ez a sheriff, amelyik folyton beveri a lábát. Yellowstone van. Kiveri a... Na mindegy. Yellowstone. Telébe vagy a rülcsét a... Ja, mindegy. Szerintem az Golden Stone akart lenni. Igen, ha veri a sárga, akkor már szeg a kopi. Josemite-re megy. Jaj, taxi, he? Ja, itt is működik az R betűs hülyeség, hogy visszapasszom magamat a pályát végére. Olyat lehet csinálni, hogy egy körhátránnyal előről kezded a pályát. Ja. Hát nem gyula. Mi a... Rapidó, te ez mi? Ez mi? Te szép rajta, csak nem látszik. Nem látszik, mert csak nem tett a lény. Rekordidő alatt. És már ahhoz képest, hogy melyek... És a busz is versenyzik. Mekkora hátrányban vagyok, már negyedik vagyok, szóval tehát... Egy félkör hátrányban voltam, de már negyedik vagyok. És Dávid, jól látom, hogy az egyik busz az veled versenyzett? Lehet. De hát a buli van. Ez az. Az igen, micsoda. A busz racer. Az ki szólt a pályára? Várja már, de mindig. Most azt hiszem, hogy mekkora delay van, hogy mielőtt a Dizzy visszatenne, még előtte 2 másodpercig a levegőben vagy. Ja. Istenem, ez a játék. Miért repült a rendőr? Meg hogy beaszlanak az ellenfelek, miután elkezdődik a rajt, úgy, hogy Dávid majdnem egy félkör hátrányban volt a respawn miatt. Hú, az a kurva rendőrautó van megint a kibaszott rendőr. Igen, innen is hallom, még így lenémítva is. Most már jól látom, hogy elzárt az utadat? Igen. Na hát egy kicsit keretbe fordul, de csak annyira éppenséggel, hogy... Bármilyen ez a tűzefekt, ez nagyon tetszik. Keresem kell valami a vikót. Én a bazd meg tűzjáték, hogy miért petárda lenne előtte. Ja. Én azt vettem észre, hogy az effekteknél tényleg ebben piszok sok munkát belefektettek. Igen, meg a vízesés is, na. Jó, na, hát túl sok mindennel többen nem, de... Hopp, itt egy sziklaomlás. Na, a sziklaomlás. Na, úgy látom, ez az igazi Gletscher 3-os kizi sziklaomlás. Jaj, hát kíván még ki? Találták a játékot. Akkor is kopizhatta, kész. Holland kopizhatta, nem is készítették el azt a játékot. Hát figyelj, mind a kettőt holland cég csinálta, akik nem laktak messze egymástól. Ja. Lásd az összefüggést. Na. És azt tudod, hogy ez mikori játék? Az a számít. 1982-es. Ennyi. Ennyi, Lacsak leváltó. Na, hát ugye. Ez 1982. Hát ez minőségi tehetség, mint a NES-es játékok. Ey, bármit a NES-es játékoknál itt a 52-re gondolsz, meg a Tomé Cserire? Akkor már tényleg jogos, de hát... Mik ezek az emberek? Te könnyen! Nem tudom, az egészet kirakni valamiért. 2002-t ír, hogy ez a játék, akkor adják ki. Nem igaz. Ha nem igaz, gondolom. Sokkal régebbi.
Mi? Hol? Ki? Hol írja ezt? Hát elég, hát... Ettől függetlenül... Geci butó vagy? Attól még, hogy régi. Attól még geci butó vagy. Megborítás következik. Megborít. Hát az, pontosan ezt akartam kimondani, hogy nem azt jelenti, hogy ez így nem megborítható. Következő megborítás. Az. És most a... Ez az, pontosan! Lassák kiírta az igazságot! Azt hiszem a Nintendo innentől már elment a francba. Igen. Kamu volt az egész, hogy a Nintendo. A kurva anyára, te barrendőr gyakorlatilag. Fakarod jelölem. Még jó, hogy nem állít meg úgy, mint a London részer PS1-es verziójában. Hát akkor ebből születik egy... Oh, fúj! Akkor ebből most mit megcsinálunk, hogy mindenki sértődjön meg. Egy valaki. Jaj, Istenem. Oh, de már! Zsafidó rohadt én. Attila még nem trókodott volna bele, akkor most vettél. Ez az vigyél be a célba, létszi, vigyél be a célba, létszi. És a taxi bevisz téged. De várjál már, akkor viszont nem neked kéne nyerni, mert a taxi motorház teteje 1 centiméter előrébb volt. Ez nem igaz. Akkor kettővel. Amúgy igazad van, Balázs, tényleg. Azt a kurva, mit tudom, tényleg. Jobban kilógott a taxinak az orra, mint amennyire vitte a Dávidot a motorház tetején. Ja, ez azért mennyire izé. Tehát akkor, hogyha igazságos lenne a játék, akkor azt kéne kiírni, hogy a taxi nyert? Igen. Felesó, azért mert a Fair Play szellemeibe játszik. Taxi prezident, nem? Nyert. Igen. Nyert. Ön nyelt egyet. Egyre több pénz. Milyen rodda ezzel a színnel az, az autó, fúj! Igen, azért most állítom át tízére a... Zé, hányadék lila... Rodda egy lila. Most. Igen, mondja, ez is a lila. Mert a kék az a kedvenc színem. Kezdődik! Balázs Batikos hívásai kezdődnek. Hát fia, bazd meg. Valamint kezdődnek az arizmus telefonhívásai. Tényleg, Ja, nem tudod most riszkmonoltatni magad. De tudom. Ezt mindig meg tudja csinálni. De úgy értettem, hogy egy körhátránnyal. Hát azért... Kétkörös verseny azért az úgy kicsit durva lenne. Azért csak úgy pluszba, hogy három körrel is olyan el tudod-e intézni a két kört. Aha. Érdekesen hangzik, de nem. Mondjuk ez kihívás, tényleg. Úgyhogy az ellenfelek a startnál meg alszanak. Tehát ennyire megadják az előnyt. Még kérni se jaj, kell. Jaj ne! Jaj, bazd meg! Ott a kezdődik. Ah, itt volt egy piros dollárjal, azt fel kell. Azt mondom, a Davilexbe ez is az egy dája. Ajaj, én láttam abból mi születik. Dollár. Kentaur. Na Balázs, hát nem kéne Kunik-nak a... Finálja a hibanátit. Megkezdjétek már, please. Deeeee! Balázs hibája, őt kell megbeszélni. Tessék, mivel látom, hogy már lassan a... Balázs, megjöntesz még egyszer kentet, akkor mondok, hogy leszokhatsz, megengednek. Aj, bazd meg. Na, elment. Tudom, hogy azt akarod, de... Inkább átadom a lehetőséget másnak. Azonban mondjuk az a baj igazából... Akkor én azt nem most kimegyek szarni. Figyelj! Látjátok, hogy csináltok, még a tudó se bírja. Amúgy ez most a Grand Canyon, hogy így... Grand Canyon? Az Grand Canyon. Grand Canyon. Nem tudom, hogy minden napja összesse verem, és ízés, és mindenki tagadja, mert ott nem születik. De ez PC-s, ez nem PS1-es. De a PS1-es is szar. Na, ennyi. Kész. Az a baj, egyre jobban, ahogy megy a játék, egyre jobban tényleg
kedvem van, hogy be kell szerezni, kész, be kell szereznem ezt a játékot. Tudom, hogy szerezzél egy PS2-t, és még arra is kapsz, bazd meg, arra is van. Nem áll. De hát a London Racernek még további részei PS2-re vannak. Na, várjál. Ez az, aki minőségiek. Hát, ha ugyanilyen, mint ez, akkor... Hát, a használ, mint a használkotón gondolom. Olyan minőségiek, hogy megéri hírni... Használt autók vannak benne. Használt nem licenszelt autók. Hát figyelj, megér 350 forintot a játék, akkor simán. Na, már te... megéri, azt mondom. Hát, de rád nem szólt hallgatni. Szerintem... Mi hárman négyféleképpen értelmezzük a minőségi szónak a definícióját. Igen, tehát így Balázs megkapja majd a Ford Racing-et. Igen. A Dedicával, meg minden, hogy be fog húgyozni, meg elélvezni, meg minden. Ez rászorni. Az igen, hogy beszakadt a plafon, és hát a mennyezet. Repedezett a mennyezet. Ennek körülbelül ezért már 10 pontos a játék a mennyezet beszakadás miatt. Akkor az igen, az köszönjük. Még egy plusz 10 pontot a játéknak. Tudtam. Köszönjük, egyes. Várjatok, azt mondjam, mennyibe kerül a London Racer. Ez nem jó. Ebbe a boltba nem kapható, na. London focer. A tök ugye játékbeli egér is látszódik nektek, nem, de nekem látszik a Windows-os egér, és az egyik gyorsabb, mint a másik. Hát elég, késik a játékban az egér. Nem, csak azt mondja, mindkét egér látszódik. Ja. Na, azt mondja... Hát mind a Apocalypse Szomszédok 3-ban? Jön a, azt nem tudom, jön a City Trial. Los Angeles-szel kezdünk. De nem látszik. Ó, de jó, Los Angeles, Hollywood. Na, vigyázzuk a kijelentésekkel, mert végig megragadja a kukit. Tudom, oppában. Na, baj meg. Ajaj. Na, Los Angeles. Angyalok városában. Angyal, te hazudtál. Mégis. Igen, voltál, de a hollandok elmentek Los Angelesbe, hogy meglátogassák a Hollywoodot. Hogy Hollywood sztárok lehet. De mennyire nem? Gyönyörű volt előbb, amit Rapidó kirajzolt, és az a csillagban látszódott pont középen. Istenem. Igen, jó időzítés. Tehát ennyire tökéletes is szét. Ez tényleg 18-20-os elég erősen. Hát ennyi. Közeledünk a végső megoldás felé egyébként. Ajjaj! Azt hiszem, hogy a végső megoldása elérted azt, hogy Dragon Rider megérdemelte az Adolf izét, érdemre kitüntetést. Ezt a kúf, köszönöm szépen, micsoda megtiszteltetés. Na most már brekeg is, már brekeg is az autó. Akkor brekeg. Mi? Várjál. Brekeg. Hát a rendőr. Ez a brr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 
nem az normális az anyádat. Nem a normális izé. Nem a normális az anyádat! Nem normális az anyádat! Az igen, az mi volt az a pördülő izé? Arra mondtam, hogy az anyádat. Az ami földgömb volt, vagy ja, valamit? Ja, hát gondolom valamilyen fasság, hogy itt beletriggerelve. Fú, egyébként... De én mindig azt mondom, hogy az a játék egyre irányíthatatlanabb lesz. Hát gondolom, amennyire sérül az autó, akkor úgy pördülnek a kerekek is. Mária, Dávid, a lengés csillapító. 1-10-es gletscher skálán mennyire irányíthatatlan? Hát a gletscherben még egész tűrhető volt. Kurva anyát, az igen. Én azt mondanám, hogy ez egy 2-es a 10-ből. Ha a gletscher a 10-es, akkor azt mondom, hogy ez 2-es. Az igen. Amúgy igazad van, Dávid. Jó, hát biztos kontrollerrel más lenne, de hát én olyan geci vagyok, aki nem használok kontrollerrel. Mert irigy vagy. Irigy geci. No, ja. Szól a játék, mert nem tudom irányítani lendesen. Na, előjött a Molnár Christian Markból. A szól a játék, mert nem tudom irányítani. Ó, ez a rész engem tisztára a San Andreasra emlékeztet. Ez a San Andreas.
Meg az izé a Need for Speed Underground, Underground első részére. Meg a Los Santos, az Los Angelesnek az alter egója azért. Ja. Egyébként. Los Santos. Ja. De ez a Los Angeles, amiről van mint ez a Los Santos egyébként. Ez fun fact. Nem voltunk a városban, ben voltunk a csatornában, a városban, és hirtelen kikerültünk a vidékre. Hát ez mennyire egy ja. gyors kilépés a városból. Ennyi. Igen, nem is kell ja, igen. Fogadjunk biztos, hogyha netán hatalmas körözésbe esnénk, akkor itt van a menekülési esély. Ja. És ott van a gyönyörű Hollywood felirat. Ja. Igen. A másik izéből. Hollywood. Viszont ezek a fák, amúgy ne tudjátok meg, mennyire ocsmányul néznek ki. Hát az egész játék geci ocsmány, de nem jó, az mondjuk papírból van, az tény. Hát igen, jó. Igen, izé, és a, és akkor szerintem az a Created B. Milyen Created B, ilyen baj. Mi a fasz? Mire van szó? Ki készítette azt a fát, mondjad. Most mi reklámokat nézzünk? Ez a Created B. Created igen. by, nem B. Created nem B, az angol, te szar. Anyas vagy angolból. Kettes. Anyas vagy te szerintem inkább ezt neked, nem neked kéne. Te ne kérde. Inkább nem adja. De, ej, na, akkor nekem extra szólaljon az, aki meg magyarul nem tud, na. Úgy lesz vagy. Kurva életben már. Akkor azt külföldiek, mert többségének ezt mondod? Így van! Mondás, azt hiszem, hogy... Úgy tök jó, hogy az a Mercedes-es, az végig lángolva mennek végig. Tehát nem nagyon zavartatják azt. Szállasi mobil Balázs. Hogy aki nem tud magyarul, és nézi azt a izét, vagy benne van, hát azt szégyelljen magát. Na. Szállasi mobil Balázs megszólalt. Akkor még nem volt, akkor csak vezetékes volt. Amúgy a taxi meg a Mercedes az soha nem javítja ki saját magát? Nem. Nem. Állandóan lángolnak. Inkább önmagukat kinyírják, mint sem. Helyes. Hát ez nem kéne... Hát figyelj, egy versenyzőben kevesebb. Hát miért? Ezzel kéne játszom és megölni magam. Ez tényleg olyan ez, mint hogyha mit tudom én. Megfázzál, nem elmenni az orvoshoz, hanem inkább vennél egy ásótos terástárból. Jó. Ilyenek az ellenfelek. Én nem kell foglalkozni velük túl sokat. Az a szerencsé, hogy két törések a versek, mert különben egy életre megunnám magamat. Hát elég unalmas, mert tényleg semmi nincs. Hát mondjuk jó, hogy csak ennyi kört kell menni ilyen hosszú pályákon. Ja. Hát meg alapból nincs is ebben semmi. Tehát... Tényleg megfelel egy ilyen körutazásnak. Ja. Hát azt hiszem, hogy a világrekord ebben a játékban 1 óra 12 perc, úgyhogy... Úristen! Megyünk ki Porsche-val? Nem tudom melyikkel. És fogadjuk, hogy álnévem a világrekordot felállította. Nem tudom kicsoda. Felállította, fúj! Biztos, hogy valaki elmondhatja, aki még egy speedrun oltat. Szerintem Márkó volt, csak más néven, nem? Mi van? Mi van? Nem te csináltad a világrekordot ebben a játékból? Én a London Racer 2-ből csináltam rekordot. Világrekordot? Jaj, ez a pálya akasztotta ki, az előzőleg, ez a pálya akadt ki. Mi ez egy újjaki? Nem, az egy másik volt. Az másik volt, a disznó! Na! Akkor, ja tényleg, ez a harmadik. Ja, mert tudom, ilyen... Ez Chicago. Mert az izénél a... mindjárt mondom, a... Tartnál volt egy ilyen híd, ami lehetett ugratni, de az... Igen, ez a New York volt az a híd. A Tomot az volt a ízlítés, hogy kifelé lehetett menni. Uh-huh. Vagy lent, vagy igen, fent el a hídon. De vagy elég... És még mindig ugye azt, hogy nézem, hogy mekkora izével van... ...laggat megy vissza. Hát, ja. Te Istenem, ez a játék, te. Meg alapból tényleg hiányolom, mert lehetne mondjuk több rendőr, mit tudom én, ha mondjuk vagy 5 vagy 6 jönne egyszerre már. De ott vannak az útblokkádok. Brokád? Blokád. Brokád! Brokád, te! Köszön, Broki! Brok! Brokád, Broki, Brokád, mi? Hát figyelj, hát de az miatt, az... Szalámi! Nem tudom én, hogyha... Bezárás. Jönne egy egyszerre veled szembe vagy 80, arra már azt mondanám, hogy... Most mi nem Most Wantedre gondolsz? Most ez nem az Ultimate Fit Battle Simulator-t, hogy így ott az autó egymás ellen. Mert mit tudom én mondjuk,
hiányolom belőle, ezért lehetne mondjuk egy Battle Royale mód is. Mi? Te hülye vagy valami, akkor Danainak nem tetszene viszont a szóval. Ja tényleg. Ja tényleg. Meglecsebb kívánszak a játékba. Azok mit csinált ott a háttérbe, te jó úgy van, mi volt? Ja, azt kéne még. Az igen, hogy azt a kurva. Pedig úgy megnézném, hogy ebbe a játékba mondjuk beletenni mondjuk egy ilyen Battle Royale modot. Mi? Gletscher vágyad van? Gletscher Royale? Gletscher Royale! Azt jól láttam, hogy ott a két roncs az papírban van. Persze. Nem, azok 3D-sek voltak. Nekem hirtelen úgy tűnt. Elég papír hát, az egész amúgy. Akkor izé vadászatok hát papírt sokra. Biztos, hogy Balázsnak a látása az kétdimenziós. Amúgy ezt nem én mondtam, de véletlenül sem. Ezt az acsák szúrtak ki, de mindegy amúgy. Na. Nem baj, de Balázs kellene voltani. De Balázs kellene voltani, mert Balázs szönnyű leoldani. Igen, jó van. Igen, Balázs azt... Na, tehát azért mondom, hogy engem nyugodtan lehet oltogatni. Úgyis más fog kapni érte. Nem, valaki meggyújt. Gyújtogatom. Valakit elássuk ezért. Élve a... Fejem. Rőakarálba gyújtogatnak is piromániás. Ja, rőakar gyújtogatni piromániás kis köcsög. A múltkor fejemnek meg is mondtam, hogy ha ő fog beszólni, akkor egy másik ember fog majd kapni érte, úgyhogy... De is pisítem. Akkor én most beszólok valamit Balázsnak, és akkor meg valakit fel fog gyújtani. Nem, ebben az esetben annak, azt fogom felgyújtani, aki beszól. Na. Éjj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 j
400 forintért. Fila. Igen. Bunyó, Fila. Fila. Hát az egy nagyon nagy nitrót. Nem lesz így csempe. Amúgy érdekes, hogy a nitró jelző az kék, de amikor nitrózol, akkor az meg sárga. Nem lila? Legalább nincs lila nitró. Hát meg itt kezdjük! Jaj, vagy, meg. Főleg lila Porsche-nél. Persze, sárga. Amúgy is ott fáj a színe. Azok még. Az igen, hogy megkoszoltak hátulról a Mercedes. Jaj, nem jutott ide. Jaj, most megdublak. Születik a kiskocsi, a Matchbox. A Matchbox. Születik a Matchbox, jó. Kurva, életben van. Houston is követ. Szóval leesik itt minden miatt, azért a szagyfasz miatt. Ez is a mi hibánk. Na! Nem van, nem egyetlen, egy bizonyos geometri alakzott téze most a szagyunk. Na. Geometri alakzott fasz. Kör Balázsé, megmondom. Jaj, ezt a pályát, ja igen, emlékszem erre is. Ez a Houston, na, nem? A, viszont a kormánykerék, na az tényleg papírból van, Gert. Atomban mondjuk az igen. Atomban. De hát az a 2002-es Hard Pursuit 2-ben is így volt, az is papírból. Hát tudom, hogy Mark Plus ennyi. Igen. Na akkor most ezért. Ez a mértékegység innentől. Csinálni kell, tudod, hogy mi volt régen az XP-s gépek, mint Design for Windows XP, most csinálják egy Design for Marco kocka. Jaj, ne, mert akkor... Jaj, de már, ne. És a mértékegység oda, mi Lex lesz, vagy mi? Adjál még én. Tovifog. Mi a fasz csinál, Teti? Az beszorított. Beszorított, jó. A kormányt elkezdte jobbra-balra venni. Beszállító. Mert hogy beszállító, vagy beszállító. Kibassza a hang fülemet az a izé, sziréna az meg. Sziréna. Jó, hang per ear rape. Ja. Ear rape hang. Ear rape huszárok. 10 decibeles sziréna. Ez a rendőrök. Na bazd meg. Rendőrök, na. Rendőr. Hogy folyamatos, NASA-val van? Ez NASA, igen. Hát ez inkább olyan, mint egy kőolaj finomító. És akkor tudod erre mit kell mondani? NASA! 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 Szerintem Balázs tudja, hogy mire gondoltam. Ja, tudom! NASA! NASA! Jaj, tudom! Hogyan akadtam be ott a semmibe, jó? Mi? Beakadtál az üresbe? Ja. Beakadtál a semmibe? Mondom én! Ezek a hollandok? Ezt nem lehet lerobbantani?
próbáltam egyszer, hogy tudom, mert ezt nem lehet felrobbantani. Nem tudom, próbáltam, de nem akar eddig összejönni. Hát felrobbantja magát. Az igen, összeesett a rakéta. Ja, azok ugye ilyen... Hát az is olyan, mint ugye az a golyób is az első pályáról. Tehát tök jó, hogy ezek így maguktól így összetörnek, tehát nem megy beléjük senki. Végre kiszartam az összes szart. Gratulálok. Igen. Kis nagy alokam. Az orvosok összevarták a végbelem. Gratulálok. Köszönjük ezt a kulturálisabb felemelő dolgot. Melyik zenét kéne bejátszani? A Rammstein Amerikát. Az Amerika. Csak egy helyzet jelentés. Az mennyire passzolna ide? Annyira, hogy szegény Dávid, akkor utána nem sokára vége lenne a szívén. Living in America. Ne, ha emiatt letiltják a videót, akkor, akkor esküszöm, hogy rád hajtogatom az összes Davinek. Mire csak mondok, hogy mi leszed bosszú, te is? We live in America. Azt a kurva, inkább azt kezd el énekelni. Inkább a harmadik féltől származott tartalom. Inkább azt kezd el énekelni, hogy you got a pussy, I've got a dicker. I got a faggot. I got a faggot. Faggot. Bazd meg. Istenem. Rapdáj. Amerikai fater. Fater? Igen, paterre gondolom. Ezt fogod mondani. Dracula. Tudom, hogy ezt fogod mondani. Na. Be is értem, a harmadik versenyt készen van. Jaj. Amin cheaterek. Szóval egy cheaterek, bozd meg a kurva anyátok. Jaj, Istenem, ez a játék. Ez annyira jó. Kezdek már most elávosodni pedig. Jó, egy kalap szarnak, igen. Akkor következik. Ez a játék. Következik. Úristen, ez meg a mikrofont. Meg volt a Z. Meleg az a mikrofon. Hát ennek a körülagzatnak mondjon, na. Na bassz meg. Na, jó van, bár... Nem tudom, hogy mi az, ami hiányzott. Tudom. Ez! Az a baj, megint témánál vagyunk. És ez a vicc, hogy nem én kezdem, tehát... Kiakadt a játék? Második körbe akadt ki, amikor elkezdtem. Szerintem valakitől akadt ki ez a játék, nem valamitől. Na. Tőlem, ja nem. Istenem! Hát lehet, hogy negatív energiákat sugároztak erre felé. Negatívítás! Radioaktív sugárzás. Nem, szar energiák. Mi van a pozitívban? Hát az a baj, hogy pozitív energiát sugároztak a játéknak, és az megint maradott tőle. Azt igen, beleolvattam az oldalát. Lehet, hogy meg kéne nézni ennek a izét, mondjuk a kreditlistát, mert... Amúgy ez New York. Elbírám képzelni, hogy a Robert Young itt is közben működött. Na bazd meg. Ez New York. Na bazd meg. Ez tényleg, ez New York egyébként. Manhattan. Nem tudja, hogy akad. Hát, ez tudom, az egy város része, ha jól tudom. Chaser. Ki mondta? Manhattan Chaser, na bazd meg azt a kettő játékot egybe baszni. Manhattan Chaser, jó Manhattan Chaser. Úristen te. Hát nem tudom, hogy... Szerintem az olyan, hogy nejjel egyszerre élvezel és egyszerre okád. Így van. Ó, könnyen a tőzőcske. És ezt fel tudod szedni alulról, mint a Europe Racerben? Nem, csak felülről lehet. Hogy fel lehet alulról szedni, nukszer? Nem, igen. Europe Racer? Mármint, hogy a PS1-es Europe Racerben az volt, hogy hiába volt magasan fönn az euró, azt lentről föl lehetett szedni. Ezt így észrevettétek, hogy játszottam, vagy is? Én észrevettem. Az igen. Én sem vettem észre. Itt van valami bejárat befele a zéba, mi ez, város? Az izéba, bizony. Basz meg, a kurva rendőrgeci, hát. Maluk részort akarsz játszatni, te szarjáték, szarrágó játékgeci. Jaj, nem, Maluk részort. Kezdődik a rage, jó van? Ajaj. Itt volt a kiakadásom.
De akkor, nem akart. Akkor ide zenek kell mindjárt. Igen. Jajjaj. Valami nyugtató izé. Valami ke... valami kellemes izé. Ne, ne, Mussolini ne. Zenét, vagy ne, mit tudom én. Ne, ne. Mussolini. Jaj. Ja, szeretettről beszélni. Gyarmakaim az úrban. Így vagyok, bazd meg nő. Pipát megtömök így. El vagyunk veszve New Yorkba, mint Kevin. Ajaj. 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 Na jó, most már hívjátok még a mávot is, jó van már. Hívjátok a múzeumnak a bejáratába. Hát, kérdez a játékfejlesztőket. Így van. Játékfejlesztő az egy köcsög. Nem igaz. Játékfejlesztő, két uborkapucolás és két... Még egy ilyen? Töpülted a dollárt. Felvettem. Ja, felvetted? Felvettem. Okay. Elcsökkünt meg... Tisztára úgy látszott, mintha átrepülted volna. Nem, ez pont meg volt. Oké. Okay. De úgy tök jó, hogy a legkisebb sebességnél már úgy két kerékre áll az autó kanyarodáskor. Mm-hmm. Látom, átmész a sövényen. Fékezés nyilván az autó. Ennyi. Kivéve az olyan játékokban, mint ez. Elvonat érkezik Szolnok Kisvárda felől, nyugra a harmadik vágányra. Istenem! Tovább nem közlekedik. Hát én se közlekedek, tovább nem megmártam. Haladjál tovább, na. Mert a következő menetrend szerint induló Dávid agyhalál, az nem tudom mikor. Las Vegasba megyünk. Vos Vegas? Fap Vegas! Jaj! Las Venturas! Ki a Pali? Ez a light van már egy Pali! Az a pivot! Az a pivot! Mi van? Az mi volt? Hogy röpült ki az az autó? Az a pivot! Azt mi? Kirobbantották a startvonalról, mi volt az? Istenem át! Gyerekek, de mi volt? Becsak folyamatosan valaki a streamet, mert itt fogják tiltani. Nem volt. Ment a tiltás. De mi a faszom volt az a robbanás ott az elején? Nem, a GTF, nem. Copyrightos. Mi az, ami nem? Ez nem. De pasz meg, mi a faszom volt az a izé robbanás ott az elején, könyörgöm? Én is azt kérdezem, hogy ez mi volt? Így mint a rakéta, hogy lőtték na. Ki a holdra. Na, remélem ez a játék akkor is fogja produkálni magát, mikor majd én akarok vele játszani. Nem. Akarsz te ezzel játszani? A kölcsön adom, kölcsön adom a streamből a részleteket, ha nem megy. Ügye. Na. Lészletet. Azt akarom, hogy ez a stream ez felejthetetlen legyen, mivel Dobby lesz. Hát eléggé felejthetetlen lesz így is. Ja. Szerinte szép az a vulkán. Kolbászos kenyeret, így van. Hát ebben a játékban kolbászos kenyeret ugyan nem kapunk, de pénzt talán. Na, ez az előbbi lilás bevásárlós rész engem, ez engem a Crazy Taxi 3-ra emlékeztetett. Aj, the gamer! Na. Látom, hogy húlott van itt. Istenem, hogy itt mik leszek még a mai nap? Mi történik még itt? Mi folyik így egyesen? Szerintem nem sokára nyitjuk a Davilex templomot. Ajjaj! Finger pillanat volt, ugye tudod? Mi? Nyitjuk, hogy még meg sem épült. De itt van a kollega, aki egyből megépíti. Kettő van. Tényleg mesélnék. Látod, hogy megépíti, és még hivatalosan Isten is lesz, látod? Ez jó fantasy, mint a gyűrűk ura, az meg. Kivál. Hát, jobb last story, mint a Twilight. A Davilex-ek ura. Jobb last story, mint a Twilight, így van. És ugye, és az első hívő, aki be fogunk oda majd terelni, az szerintem a fejen lesz. Az öngyújtóját feldugunk neki. Na jó, nem.
Én nekem is nagyon gyújtom, és fel tudom gyújtani, ahogy akarok, hogy úgy teszem hozzá, hogy fejleszett fenyegetésnek van egy gyújtás. Komolyan mondom, ez az öngyújtó dolog bazdmeg olyan, mint hogy senki másnak nem lenne az egész kurva világon. Öngyújtó! Öngyújtó! Öngyújtó, öngyújtó. Kinek vagyok öngyújtó, bazd meg. Öngyújtó. Fúj. Lassan én kapok hírrépet, nem a szirénától. Hát. Akkor én, akkor szerinted én? Te. Én. Te. Kurva anyádat, te rohadt geci izér. Így veszem a barázsli. Hát de bazd meg, becsukódik előttem az a geci. Ja, a kapu. Balázs, itt voltad rajt, hallottad rólad, mit mondod, így. Ja, hát mondjuk az igen, azt mondjuk nem szeressük. Most nem tudják eddet, hogy ki akarnak nyitni, vagy be akarnak zárni. A mi? Tényleg bezár. Haaa! Már megint az asztalra csaptam, a rohadt életbe. Na. Na mindegy. Ebből nem lesz kolbászos kenyér. Kolbászos kenyér nem, de kenyeres kolbászos. Rocketgáz! Rocket gáz! Csak izé, Csabai kolbász lesz belőle. Rocket gáz! Rocket gáz! Elúsztunk a dicsőséges kárja lebogót! Nem fog. Jó! Végre itt van. Az ötödik verseny is megnyerve, úgyhogy hát mind az öt versenyt behúztam az első helyen. Ez elég szar. Megvan a második licenc. Na ebből mémet kell csinálni, ebből a rocketgázból. Annyi mém lesz ma este is, azt hiszem. Lesz kakaós mém estére. És 11 pálya van már csak hátra a játékból. Azt a kurva életben, miért van itt ennyi? Istenem, ez az egyetlen olyan gyászjáték, ahol te lerakták a játékot pályákkal. Istenem. De szinte ugyanazok. Van ja, egy-két van egy, nem tudom, lehet visszafelé, de az ja, ugyanazok. Akkor is szar. Isten, nem, ugyanarra. Ez, nincs visszafelé. Ez tényleg egy holland szokás, hogy írjunk öt pályát, meg ötöt tegyünk bele, ezért visszafelére, az cső. Ja, de itt nincs ja. Visszafele pálya. Csak ismétlések vannak, de nem mondjuk. És amúgy ismétlés. Hogy ennek a Porsche-nek a hátulja, ez tisztára olyan, mint egy 2006-os Camaro-é lenne. Hát nekem mondhatod, én nem... Mondhatod, én nem vagyok ennyire ismeretes autók. De azt hiszem enyhén hasonlít tényleg a Camaro-ra, de enyhén. Én tudom, ez a Camaro egyik kedvencem. Pedig akkoriban nem is nézett ki így a Camaro-nak. Hát bazdnek, hogyan fordított ez meg? Az igen, az milyen pördülés volt ilyen. Kipördülés. Akkor defteg, Geci. Azaz. Nézem meg. Ó, most egyre többet ér a pénz, most nézem. Hát nézd, legalább lehet ide költeni. Nincs infláció, az ilyen. Jött a PayPal. Ja, jött donate, bozd meg. Ja, nem. És mi csak el se kell menni a lakodalomból. Lakodalomból? Közben megint Chicago-ban vagyunk. És a fosszél nem kell eljönni a lakodalomból, ilyen. Egy FS Underground-os jelenet, illetve. Felemelt hívon átugrás. Meg Test Drive 6. Meg Bizé Midtown Madness 2. Midtown Madness, vasz meg, Madness! Madness, hát... Ja igaz, hát tényleg ott is volt az. Jó, az volt... Madness! De Madness! A Midtown Madness-t is kellene, csak meg kéne nézni, hogy van-e ilyen install some mods for Midtown Madness. Midtown Madness. Az egész, hogy Midtown Madness 2 az ilyen dank modokat csinálnának. Már amúgy itt ennél a pályánál a víz tisztára úgy néz ki, mint a Toxiarum Extreme Rush-ban a Temze, ami úgy nézett ki, mint a szennyvíz. Fúj. Az igen. Egészség. Kösz, ez már nem az. Egészség. Szerintem ez már nem egészen én az. Én az igen, mekkora deja vu volt. Az igen, Initál, ment az Initál D. De mi tökre elképzeltem, hogy az így... Ah, deja vu.
Várjunk, és a D az a drift akar lenni? Driftnek a rövidítése? D? Hol? Hát az initial D-nél. Nem tudom. A D mint drift, nem? Nem tudom. Látsd. Gyökre ledrifteled a pályát. Ott az egyik tömpre van már menve. Ja nem, ez egy rendőr. Ódekar. De várj, ez egy mozog. Ja. Nem érdekel, mindenkit fel fogok gyújtani, na, kész! Pirományos fején. Tényleg pirományos felém, rájöttem, piromány. Még jó, hogy az és nem két betűt felcserélve. Mozd meg. Na, megvan. Nála biztos, hogy nem. Na mindegy. 10 000-et kaptam, az igen? Jó. Következő megyünk vissza Yosemite-re. Yosemite. Yosemite. Yoda. Az a baj, nem tudom, hogy kell kiejteni. Megint hátulról. Várj, most egy körhátrányba. Nem, az rendben, hülye nem vagyok. Miért? Tényleg, hogy vajon úgyis le tudnád-e hagyni őket? Biztosan. Ja, azt csinálnak ezek itt előttem. Igen. Nem. Sőt, van egy ötletem. Menni már egy kört úgy, mint ahogy mi mentünk annó rapidóval a Revolve-ba. Azt a kurva emeletes autó. Úristen, csak állj. Mesterséges úgy intelligencia. Az. Így a cipelek, mi a Mercedes. Így a hátán. Turisták. Turhisták. Torhisták. Tarháló. Turhisták, akik izé... Turitból vesznek ruhát. Turit a másból! Fúj! Na bazd meg! Úgy látszik, hogy a játéknak a készítői nagyon szeretik a kirándulást, és folyton cipelik egymást hegyé hátán magukat. És ja, biztos innen egy, jött az öt. Ja, egyik gancsahelyről a másikra. Hát csodálkozó, két gancsa cégről van szó. Gancsa! De ezért azon gondolkodom, hogy ezek a cégek, hogyha fúzionáltak volna egymással, és megnéztem, mint hogy kik? Tehát, hogy mit tudom én, egy... A T6 meg a Davilex. A Team Six és a Davilex. A Team Six és a Davilex létrehoz egy autós játékot, ami a City Interactive kiadásában jelenik meg. Jesus! Hát... Viszont a Davilex megvéd, úgyhogy ez nem valósul meg. Hát, ja, Davilex. Tudjátok, hogy tudjátok, mi lenne abból? Egy Ultra Racer. Ne. Az a szart, ne. Nem szart. Ne. De. Hát viszont a Team Six már egyben kiadó, és szerintem ez majdnem fordítva is működhetne. Akár. Pedig én úgy megnézem. Ha nem mellettek, ott volt a Super Street. Az igen, kivitted a nádasba az izét a... A nádasba? Ezek a nádos közé fasztok a kolámat közé. Így betoltad így a bokorba. Betoltad? Betoltad? Szegény bokor elszenvedte a szexuális sérüléseket. Szexuális abúzus. Kérem szépen. Betolta a bokor. Az olyan mit lehet fejre az a rendőr autó? Valaki fellökte. Na, megborították, na! Legyünk so a hídon! Ülök a hídon, mire van? Azt. Fahí. Fahí. Fahídat, igen. Így van. Marad, mert ne kárma, fogyi. Érdekes, kocsiktól nem szakad be. He? Már pedig az direkt egy gyalogosoknak tervezték ki, és a sík is az ilyen nagy darab autóval át lehet menni rajta, ez mondjuk azért... Húzás. Na, jó dolgoztak a mennek. Ennyi. Túlságosan jól kiszámították. Most képzeld el azt, hogyha mondjuk mit tudom én, a Robert lett volna ott a mérnök. Na az az, akkor hát mennyi pénz volna? Az akkor még az embereket is elejtette az volna itt. Egy a 420 méretarányot csinálnak. A 420 az egyhez méretarányú hibat.
Azt tudom, hogy mennek fel akkor az emberek izével? Liftel vagy mi? Nem, nem, azért tudnak menni. Na, ott hagytam egy 200-as, na nem baj. Az igen, ott megborítottak egy busz. Az meg, igen. Megborítás intensifies. Az. Megtoppolás intenzifies. Kurva anyád, rendben, ne borítsál meg. És hát a... Hát azért hangcsolatni... Jó, azt a hát ez nagyon az szép igen, volt. A busztak nem figyelmezett. Hát a... Hát a busz by the way... By the way, megint. És hát, azt nem én mondtam. Ezért most jön a bannolás, Balázs, azt ugye tudod. Hogy téged kibannolunk? Nem kell bántani. A BTV miatt téged kibannolunk. Nem kell bántani senkit se. Hát... Hát by the way, nem téged foglak majd ezért. Na! Majd bántani. Elég legyen. Na, csúnya vagy legyen. Csúnya bizony. Szegény nem csak ott kopizod. Mennyi kopus köcsög vagy. Kopis. Az igen, megint mi ez a... tömegborzatá itten. Tudod, már itt a legelején, tehát hogy... Ezt imádom a játékokban, hogy lefoglalják így az egész utat, hogy el ne tudjál menni közöttük. Persze még jól látom, hogy a társadalmi próbál előbb. Mint hogyha nem tudom, a hét törpe lenne, azt egy elállják az utadat. Hát ez hát annyira imádom. Hát ha én írtam volna a játékot, akkor még megoldottam volna, hogy az ellenfelek visszafelé és neked menjenek. Hát akkor fogadjuk, hogy ezt a rúgóból, mert te csináltad ezt. De figyelj, ha így itt a volna, az egy jó játék lenne, ennyi. Ha te csináltad ennyi. Volna a játékot, akkor én azt mondtam, akkor jó lenne. Hogy ez egy szar. Húha! Ebből verés lesz. Hát ebből nagyon az lesz. Bántani is senkit. Én azt mondanám, hogy ha lenne egy akció, hogy az ellenfeleket le lehet lőni, akkor azt mondanám, hogy ez egy jó játék lenne. Hát, akkor ez már kopizott lecsert. Egyébként azt néztem, hogy van ennek a játéknak egy ini fája, de mindenféle szart lehet szerkeszteni, úgyhogy... Ilyen egy fája csak szövegesen, nem? Mit? Fája editor. Nem fája editor, tehát ilyenek, hogy... Most ilyeneket néztem, hogy az AI az milyen AI motor menjen, tehát hogy milyen jó. AI technikát hogy ezeket át lehet írni? Át lehet, de nem tudom, hogy működik-e. Az ilyen szépen vibrálik szembe. Vibránium? Az igen. Hát igen, a távolsága ez egy kicsit gyengés. De amúgy most az egyik reklámplakátot néztem, hogy mint a valami filmet reklámoztak volna, vagy valami játékot, valami nem tudom. Ami nem létezik. Van igen, valami nem létezőt. Nem tudtam elolvasni rendesen. De azt néztem, hogy valami... Nem tudom milyen Inator 3, nem tudom. Márkinátor. Na! Topernátor! Topernátor! Akkor ezzel kínozlak most téged, Balázs. Topernátor. Ezt most nem értem. Emlékezz! Nem vagy te Kavinton reklámszóban, nem mondtál. Kavinton reklám. Nem baj, iszok erre Coca-Colát. Lenne itt a Hollywood mellett. Egészségemre. Kiengedtelek, hogy egyetlen ide legyél reklámot. Ja. Ezt kifizetik ki? Persze, ezt kifizetik nekem. Neked se, az a baj. De ez se. Hát ezt pláne nem fogják kifizetni. No. Általányban fizetik, vagy PPV-ben? Amúgy nem emlékszem Los Angelesre, ezekre a gyárakra. De lehet, hogy ez a filmstúdió, nem tudom. Ez a filmstúdió. Igen, ott van stúdió 14-ben ilyenek. Ez a Paramount Productions, vagy nem tudom. De tényleg egyébként, ki van írva a stúdió 14, hát biztos egy izé húsfeldolgozó. Paramount, de ez Paramount, tudatos. Az igen, hogy megerőszakoltad azt a SUV-t? És látszik, hogy élvezte. És nagyon élvezte, látszik rajta. Igen. Csak úgy mosolyog az örömtől. Igen. Az első lápáim már látom azt a pajkos kis vigyort. Na baszd meg. Na
Ó, jött ott meg egy két szállat, és nézem. Két csárgyos. Úgy jelzi a forgalmat a térkép? Igen. Trackmaster 3, igen, ezt olvastam. Trackmaster 3. Ha nézd meg, hogy létezik-e. Hát jó, meg is nézem. Mondjuk már érdekel. Ki gondolta volna? Hallod, az ott eltűnt az, ez a pick-up előlem. Ez nem valami nem játék. Ó, ez egy Tomászos játék. Ajjaj. Ami egyébként nem is amerikai, hanem brit. Na végre, nagy megint a vészkijárat, és akkor be is értünk a célba. Végre, bazd meg, készen van. Igen, bazd meg. Na, még az a jó, hogy ezeket a célbaéréseket el lehet nyomni. Na már 11-ből már 3 megvan. De várja is, az indulásokat nem tudod elnyomni? Ha már a célbaéréseket igen. De mi az a letakart autó? Az valami új... Nem az, hogy azt lehet megnyerni? Lehetséges, hogy azt lehet megnyerni. Na, update-eljük az autót. Karosszéria. Ja, meg kell javítani először anyádat, jó? Egy... Meg kell javítani anyádat? Ő, meg. És ki is maxoltam az autót. Igen? Jó, legyen kék színű. Á, mindegy. Inkább legyen lila. Persze. Lila, mert a csapaj ez igazi. Igen. Biztos nem lesz lila legközelebb az autó, mert nincs olyan nitró. Na bazd meg. Majd csinálunk. Jó, és akkor majd... Á, hagyjuk inkább. Ott vannak a nitrók. És tényleg, a hollandoknak miért van nitró fétisük? Nem tudom. Bazd meg, ilyet izét találta, hogy egy YouTube-on bedobta ajánlottnak ilyen csatornát, Nickelodeon. Az igen. Hallod, 16 másodperces előnyben indultak, de már ott vagyok a harmadik helyen. Az igen. Na hát mondjuk, mondom, hogy ennyire elalszanak a startnál az ellenfelek, vagy lehet, hogy megvárnak téged. Vagy csak szimplán pop. Vagy csak szimplán a mesterséges intelligencia. Unintelligencia. Az betegszik egy majomnak a fenekével. Akkor lehet, mondani, hogy éppen későn feküdtek le, és későn keltek fel, és nem jutott eszükbe, hogy versenyezni kell. Szóljunk be az autóba, jó van, majd megvárjuk, és aztán mire elkezdődik a verseny, addigra már szépen ott hagyjuk őket úgy, hogy kb. Egy fél kör hátrányjal vagyunk. Mint a fuvarzó. Tehát ez kb. Elvégé. Jó, de sem vagy. Igen. Jó, várjatok már! Gáz! Ez gyönyörű. Gáz, a mástán nem áll meg az autó. Na. A gázadástán nem áll meg, ez tény is való. Ez valami, ez egy új pálya. Gázadástán elindul az autó. Ez valami új pálya, és külső íve megelőzött mindenkit. Az igen, hát ki van maxolva már, az? Már te is nem létező ívekről beszélsz, vagy mi? Nem létező íveket használ. Amiket hát már sem vagyok úgy, hogy... Be tudod venni? Fúj! A fosztom. Nem megy! Hamilton íveit beveheted. Kurva rendőr gettő. Már van metró is. Metró? Villamos a játékban. Metró? Inkább kanál eszik, vagy késélez. Az oszlopok a sín közepén vannak, amúgy mi nem sojjentem meg. Nézd meg. Úgy, de át lehet ugatni az egyik szobornál. Felszetted a dollárt? Nem. Nem. Túl vehemensen ugrottam. Mindig oszlop a sín közepén van, azért nekem egy nagy villamos valóságban ott van. Hát elég szarvány. Mi volt az a gigantikus Jancsi szeg? Jancsi szeg? Fuck! Nem tudom. De van egy... He? Van egy... Ilyen gumit kiukasztó szegek álltak ki a gumit. Jancsi szeg, bazd meg! Gumit kiukasztó. Jancsi szeg, tényleg. Engél vele szépen? A kurva anyádat azért kanyarodját. Ott kigyulladt a taxi. Akkor megelőzöm a gecibe. Amúgy ez mi? Ez amerikai taxi? Az. Most kell. Hát most figyelj. Hát ha már... Hát ha Amerikában vagyunk. Elvileg az kínó, hogy legyen. Eléggé szar, ha bazd meg egy BMW lenne. Ja. Ez az. Ja, de Chevrolet, vagy nem is tudom, mivel népszerű márka. Ford.
Ford. Ford, igen. Jaj, ne. De. Mi? Ford. Balázs. Balázs. Én mondtam, tudtam én is most. Ja, ez izé, amit a rendőrök akartak kiállítani. Ezek a szegek, amik kiukasztják a kereket. Ja. De ezeket simán el lehet ütni. Igen. De szart, akkor nem sok haszna van annak. De semmi, ezek nem lyukasztják ki a kerekeket, tehát akkor nagyon sok értelme van. Ezeken gyémánt abroncs van, bazd meg. Igen. De amúgy... Ez lánykori nevén ez Jancsi szeg. Jancsi szeg, de bazd meg. Lánykori nevén, érted? Lánykori nem? Ezt nem így kéne mondani. Na már lánykori, akkor mi nem Jonka szeg. Jonka szeg. Na már lánykori nem. Egyébként. Hát de most na. Hát villamos ide beszél. Ez a kurva villamos pontosan akkor indul el, bazd meg, amikor én kijövök. De pont akkor indul el a villamos, amikor éppen odaérsz. Ja. Ez mi? Ez vár téged? Vagy mi? Lehet. Biztos neki nem tette fel a kibaszott geci pénzt. Pedig milyen közel voltál hozzá? Ja. Szerintem ezt így kellett volna érni, de mindegy. Megint nem szedtem fel a pénzt. Itt tesz viszont túl. Úgy tényleg ezt kigondoltátok volna, hogy a rendőrök kiraknak így az útra ilyen szegeket, amik kiukasztják általában gumikat? Mit hát most itt kárban? Kárban most van ki. Nem lyukasztják ki. De várj, pont ez érdekes, hogy miért ilyen szegeket pakolnak ki, ott van a rendes szöges drót. Ja, bár lehet, hogy itt még nem voltak ez túl fejlettek, nem tudom. Hát figyelj, hogyha... Már akkor azt mondtál, hogy új játék lenne, olyan szögök lennének, hogy mondjuk a Sonicba. És megnyerted? Meg. Ott beakadtam az nem létező láthatatlan falba. Ja, a láthatatlan falba, igen, ez mondjuk irritál. Grand Canyon következik. MCG coming at you! Grand! Ja, Canyon. Most olvasom, Jancsi szeg, Janka szeg, Mark szeg. Éj, Mark szeg, nagyon jó. Kalota szeg, Vár szeg. Várszeg, kőszeg! Kőszeg! Megszeg! Százas szeg! Füledbe! Hát tudod miért az rossz fiagra? Jaj, ne pazd meg! Hát egy százas szeg a farkadon és egy mágnes. A Grand Canyon. Ó, bazd meg. Grand Canyon? Itt is itt vannak ezek a túrabuszok, ajjaj. Meg lesznek bolyó. Csodálj, hogy nem félnek az utasok a buszokban? Dehogy nem. Nem az. Megborítják, meg lesznek bolyó. Amúgy tisztára úgy néz ki most az autód, mint a taxi. Doviszer. A kábrióba. Tényleg. Hogyan? Nem bírom irányítani az autót, és megborítani. Az igen, megborítani. Mi ez? Ez rá vagy szinonima. Azt mondtam, mi volt az a szaltó? A gyönyörű volt. Az milyen szaltó, mi volt az a nevészítás? Szépen megborult. Racing field. Az. Szépen. Ez tényleg, ez megborítás volt. Racing field, meg racing egész. Ilyen gördeszkás mutatvány. Ja, Olli vagy ilyen. Tony Hawk belbújhat. Ja. Tony Hawk. Sólyom Tamás elbújhat. Sólyom Tamás elbújhat. Lejátszás pályázat kettő. A Tony akkor izé, akkor izé. Még a Dave Mira. A Dave Mira is elbújhat. Azt a milyen szikla gurul le ott. Bazeg. Azt a kurva él. Szappany gördeszka 3. De itt a kaktuszok is nagyon szépen néznek ki. Akkor várja, és mi nem néz ki szépen. Na erre én is kíváncsi. Az, akinek nem tetszik ez a játék. Nekem a buszok kurva rongák. Azt hiszem, ugye tudod, hogy most jó pár embert. Ezek a buszok kurva rongák. Akkor azt hiszem, hogy akkor amúgy gyere, csak lemondol korra, de szépen. Elég mérges kékköztjék sárkány, aki jól olajon ver, majd leszopat. Igen. Hányebben szopat már elég sokor. Nem bírom. Senki hát, nem bírja ezt. Milyen igaz lett, amit mondtam az elején, hogy itt van a négy rossz fiú, vagy öt rossz fiú, aki megborítja a filmet. Rossz gyerekek vagyunk. Én ezért mondtam, hogy rabbák ki rögtön az elején a karikát, mert itt tényleg csak azok gyűltek össze, akik meg tudják borítani azt az egészet. Rögtön ki a van karikát?
Jaj, ne. Hogy amúgy itt is hiányolom azt a sodrás effektet, amit annó a Londonban. Tehát, hogy a víz, a vízbe belemész... Volt egyáltalán sodrás effekt, várjál. Nincs, nincs sodrás effekt a vízbe, hogyha belemész. Tehát ugyanúgy, mint a London részben. Hát nem azért, hogy egy kérdés felét, kedves M. Mindjárt egy Istennek a Robidus faszáról beszélsz, mert én ezt nem értem. Hát azon nem értem a kérdést, hogy a vízé, csak a mondatot se, tehát, hogy így mi van? De nagyon fontos kérdés, hogy mi van? Hogy megbarítom? Mi van? Hozta! Hogy ütköztél már neki annak a terautónak? Istenem! Ilyen karikába így felrepült. Következik New York! New York! Welcome to New York City! Istenem, hogy ettől a Coca-Cola-tól mennyit lehet befogni? Dasszeg! De te annyira normális volt, hogy kinémítod magad akkor. Én mondjuk azt hittem azt volt mondani, hogy ettől a Coca-Cola-tól mennyit lehet megborítani. Ennyi. Üljétek már le! Meg vagy borítva a Coca-Cola-tól. Na, az a baj, hogy szerencsétlen Dávid próbál valamit alkotni, a többiek pedig 1v4 eszünk éppen, tehát... Igen! Most Dávid autója tisztára úgy néz ki, mint a Bumblebee a Transformers-ből. Hát akkor pereljél be a Transformers-hoz állat. Pereljél be a Transformers! Ezt azért cáfolom, mert az izé sárga, nem narancssárga. Mert az amúgy sárul egy kulatban. Én most izé Fideszwagen vagyok. Mi? Ez egy sárul egy kulatban, tehát ez teljesen az okés. És nem, úgy, hogy nem nyerti. Hát nem, ez Garfield. Ez de Garfield most, autó. De most úgy felted egyébként a Bumblebee, ez izé... bogárhátúból lett. Ja. A mondok a faszat tudjon követni. Hát az volt, nem? Nem tudom, én egyszer láttam. Volt, amúgy volt valami, nem tudom melyik volt Camaro-ból, de... Nem tudom, tényleg. Én egyetlen egy Transformers filmet láttam, az is a munkaimben volt, tehát hogy így... Igen. Ennyire unatkozom, nem, a csöveset nézik, és én is nézem. Ennyi. Na, meg. Mi akkor valaki mondjuk betenne egy izét... Az ugyan micsoda autó, emberi természetfilmet, és mindenki nézi, akkor te is azt néznéd, vagy autó, mi? Hát nincs olyan jobb dolga, éppen akkor nézem, igen. És micsoda kocsi szex történik, és itt láthatjuk a Matchbox-ok születését. Igen, de amik hol vannak? Te már arra is kíváncsi vagy? Bazd meg. Az akkorát köpült a pikát. Mi ez a pinballozás itt? Istenem. Mi történnek itt a jóik? Lassan Shanghai Street Racert ütünk. Hát közel vagyunk a mércéhez. De ezt csak akkor csinálja a játék, hogyha én itt a vége fele vagyok. Hoppá. Az de szépen megoldottam. Be lehet ugatni a parlamentbe. Nice. Jó, nem megyek fel a hídra, nehogy kiakadjon a játék, mert akkor azért akadt itt. A hídon keresztül mentem. A kurva szád a Pap-szigeti. Jó van, az igen, az igen, az szép pont. Mekkora ez egy köcsök. Ez egy köcsökhúzás volt. Az lehet mindjárt repülnek a Pap-szigeti. Mi oda? Ja, nem az a Pap-szigeti. Ajjaj, ajjaj. Azt hittem, hogy valami ott robbant. De nem. Az igen. Ajjaj, kigyulladt az autó. Kigyulladt az autó, baci meg! Ja, kigyulladt az autó. Olyan gyönyörű az égés effekt. Ja, olyan pixeles a tűz, baci meg. Olyan szép a pixeltől. Tudtam én, hogy ez a taxis, ez egy geci láda. Ja, nagyon köcsög. Ránézésre egy köcsög. Ha még meg lesz nekem ez a játék, az tuti, hogy nem ezt az autót fogom választani, bármi taxit. Hát akkor kérlek szépen, keresd rá az eBay-en. Megoldjuk. Kicsinálni Drive, látom az egyik mozi plakátot, amit ott a... Nekem megvan eredetibe. Micsoda a... Ez a játék. Hát akkor Ili, már Kili lesz. Ajjaj. Nincs eszeket fel Steam-mel, mint legutóbb. Ez nincs. Nem eszek Kili, mert egyszer úgy is beszerzem. Igen, Windows 7 alatt nem működik az izért. A... Mi a faszom annak a neve? A... CDV-del amúgy le kell szedni cracked a kurva anyját. Mármint, hogy mit? Az ilyen. Le kellett szednem egy cracked ehhez a játékhoz, mert nem működik a CDV-del.
Ja, hát mert persze, szóval hát a cracket az külön keresni kell, persze. Föl ne menj a hídra. Már muszáj keresni, mert nem működik az alap Windows Xbox-ra. Mert a crack az jó. Tehát ilyen régi játéknál még el lehet nézni föl, akkor megvan. Megint az irrépe sziréna. Hát meg minden játék. Hogy megvan. Nem is várom. Jó, nem fogyott ki. Balázs, maradj egy forradó szerte. Következik Houston. Nem szárnyos. Most egész sokáig haladtunk, mint régen. Ja. Egész sokáig haladtunk, mint régen. Ez a mondat, ez olyan fura volt, de oké. Okay. Jobban teljesítünk, mint 4 éve. Na, Houston következik. És ez is sokkal több energiát vett le, hogy idáig eljutottunk. A játékosok podcast jobban teljesít. És maradt. A játékosok podcast jobban teljesít. És most már 4 éve, és tényleg lesz. A 4. születésnapi adáson ez lesz a motto. Ja, jobban teljesítünk, mint 4 éve. Újra megválaszt. Bár amúgy ezek a sziréna hangok, ezek az irrépesek, ezek ugyanezek megtalálhatók a Need for Speed Hot Pursuit 2-ben is. Hát lehet, hogy onnan lopták. Egyébként nem mellesleg a legjobb sziréna az olasz valóban van. Jaj, így ne. Van, így van, így ne. Van. Jaj, ez egy csengő hanggal. Igen. Jaj, ne. Végre valaki kimondja. Ne. És direkt a szarra hagyatkozik. És akkor, Dávid, tudod, hogy ez után mi következik? Nem lesz olasz meló, hagyjál békén. Mafia Mania! Mafia Mania! Hagyjál az bak, akkor ide vonszolom Robertet, aztán ő végigcsinálja. Én nem fogom. Mafia Mania! Mafia Mania! Mania! Tényleg fel kell rakjam a másik gépre, a PC-s változatot. Na, akkor nekem meg kéne raknom azt a játékot. Balázs, meg kéne raknom, fúj! Fúj már! Balázs, milyen lenne, hogyha Baldi mondaná ki a Mafia Mania-t? Mafia Mania! Hát figyelj! Mafia nem Mania. Tudom, hogy a... Mert valahogy így is fogy el. Bon. És hogy Robi is mondaná, Csaffia Mania. Csaffia Mania! Csabi Mania. Csaffia Mania. Még jó, hogy ez csak az első kör, mert amúgy úgy felkaptad így a rendőrt, és így... Álltál vele, tehát nem csináltál vele konkrétan semmit, de fölötted volt a rendőr, és így magától elkezdett is sebződni, tehát így össze deformálódott a karosszériája. Sebződni, úgyhogy semmit nem csináltál vele. Meg ő sem csinált semmit se magával. Csak így egymáson volt. Magával ne is csinálj. Hát igen, ne csináljon. Vagy csinálhat, csak mi ne tudjunk róla. Jó. Nekem még egy dolog eszembe jutott, az, hogy a kilométer és a mérföldper óra mutató, az kibaszottul geci rádáncsal. Amúgy várjál tényleg, mi a max sebesség? Várjál. Van 160. Na hát az aztán kamu, az kamu, ezt nagyon elmérték. Ez az, hogy ilyen így gyorsul, tehát... Tehát ez, hogy a rákba 160 mérföld? Ez alig még 100 alatt. 180 a rekord. De alig mész 100 alatt ez a sebességérzet, ez tisztára ilyen. Azt mondja, a sebességérzet 0. A kurva anyádat fekete geci. La Kringo! Azt olvastam most így a plakáton, hogy mi a fene volt ez. La Kringo, mi a fene ez? Köszönjük! Nem, ez most viszont tényleg ide illik. Ajaj. Hát ez nagyon cringe, bazd meg. Jó. Cringe fest. Mori ebbi baj lesz. Grinch. Grinch fest. De ez az autóba az meg ez folyamatosan ide be van akadva. Amit az meg az lenne ott, de az... Azért mindig ott szenved. De az a rendőrautó az olyan, mintha az lenne a dolga, hogy jót legyen. Hát... Az előző lesz is ugyanaz volt. Nem foglalkozik. Igazából leszarja, hogy mi van itt. Space Center, ha igen itt van. Ez volt a NASA. És beértél a célba. Szupi. Oké, okay, már csak 4 verseny van hátra. Úristen, és ezt te végig fogod vinni, ne. Oh my god. Én még bírom. Hát, ezzel nem mondtál újdonságot. Hát nem. Ennyire kezdem van a játék. Ne! Kikrössed! Kikrössed! Jó, ne! De szar! És kikrössed! Nesztek. Hát akkor a mindenkárásra.
Ott van. Szétesett. Mert, hogy innentől úgy mondjátok, hogy ez 10 per 10-es játék, hogy... Ah. Na nézzük, hogy valamit lehetne... Elmentette egyáltalán? Nem tudom, megnézzük. Mert még be tudod fejezni, vagy már zárunk? Hát, nem tudom. Hát mindjárt lezárunk. Lássuk meg, ha nem mentette el, akkor zárunk. Ha elmentette, akkor is, de mindegy. Na. Igen. Tornaments. Oké, okay, a kocsi még egyben van. Elmentett minden. Elmentette. Jó, oké, okay, szuper. Tiszta screamer. Akkor tudjuk folytatni. Ja. Csak nem fogy ki megint. Fúj, ez a játék. Pedig azt hittem, hogy ez volt egy jelzés a játéktól. Ja, hogy hagyjuk abba, de nem. Így van. Ja, én azt várom, hogy mikor fog... Már nagyon a végén vagyunk. Én azt várom, hogy mikor fog itt valaki megint kipasszódni a füzérre a rajtrácsról. Tényleg. Tényleg. De úgy tök jó, hogy már így a rajtnak az elején már felállítják az útblokkádot. Ja. Amúgy most hol vagyunk? Miami-ban. Miami! Miami Vice! Ez a pálya se volt még. Miami Vice! Miami mi? Aha. Oké, okay, köszönjük. Ká. Igen. Mi tök jó, mert minden az izé keresztelződés lezárnak ilyen orbitális nyilakkal. Azt a kurva jött ja. Már. Izé, ez már Need for Speed szint. Na jó, azért ez a játék, meg a Need for Speed. Ez ugyanolyan, mint hogyha a Ku Klux Klánosok bemennének az Isten tiszteletre. Azt a kurva. Bonastőn betöltjük. És ezt honnan szedted? A mondat, csak az, hogy egy mondatban említeni azt, hogy ez meg a Need for Speed, azért... Hát mondjuk ezért egy kicsit túlzás, ahogy... Most ahogy utólag gondoltam. Na, ezt hát mondtam, nem kicsit. Most egy kicsit nem tudom, hogy ismerjem. Na erre értettem előbe. Röpködök össze-vissza, bazd meg mindenféle. Az igen. Tudsz szaltózgatni? Úgy tűnik. Ez a köcsög meg felveszi előlem a izzét. Nem, jól állsz. Hogy így törésileg. És azt mondja bazd meg, hogy I don't wanna die now. Mit beszólogatnak az ellenfelek? Ja, nem akarok meghalni. Akkor megvagy ezt korrekti. Ne add meg neki ezt az esélyt, hogy életben maradjon. Ne kegyelmezd neki. Ezek után. No mercy! Dúj be! No mercy, igen. Nincs mercy, Csuki. Ja, nincs Mercedes. Az sincs. Nincs mercy. Mától nincs Mercedes, mert nincs mercy. Azd meg. Inkább ezt nem kommentálom. A jó hangoz meg. Igazából most azt sem tudom, hogy azt nem tudom, mi a szarért veszem már fel a pénzeket, de mindegy. Nem tudom, valami. Már amúgy tényleg így már... Kijön belőlem a videóvérem, úgy tűnik. Amúgy már tényleg nem tudom, hogy mire költeni ezt a sok pénzt, ha már úgyis kimaxoltuk az autót. Szerintem kempingezni akar. Na. Izé, felvesz világsztárnak, vagy nem tudom. Lengyelországi kempingre gyűjt, na. Hát, már téged szerintem 10 dollárért fel tudlak bérelni, mint világsztár. Mármint hova? Mindegy. Na mindegy, szóval igen, szóval most kimondtam a kimondtam a bűvös szót, és Balázs beindult, jól van. Fúj, ezt a kurva eget. Fúj, én nem indultam be. Én csak annyit voltam, hogy Need Drive, azt láttam kiírva a hogy egy lengyelországi helyre gyűjtesz, na. Ja, az My Drive akart lenni egyébként, de mi Drive, az volt kiírva. Hát My Drive, azt jelent, hogy az, hogy én vezetek. Azt hiszem, hogy meg a fülműtétet te fogod fizetni, azt hiszem mindenki. De nem elbetűvel, hanem mi betűvel, hogy mi de, Drive. De igen, dehogy nem, tehát akkor fogod fizetni. Mondom, akkor latinul írták ki, nem tudom. Hát mondjuk, hát, nem tudom, megnézem. Én nem. És valami jó fülészetet nézek mindjárt, azt hiszem, hogy szerintem 30 decibellel keveset fogok hallani ezek után. Ez mi? Ez valami telefonok. Rekordrider az is 970 még.
Ez egy telefon alkalmazás. Jó van, bazd meg, tud, hallottuk először is. Na, mit írnak a táp... nem látom az árnyéktól. Á, mindegy, hogy... Itt a célvonalnál ki van odaírva föntről, hogy Davilax, úgyhogy... Ejjjjjj, ne, ezt miért kellett tűzni? Ez kellett. Következik Las Vegas, majd nézd meg a... Nézd meg a rajt, itt a rajt nála az oszlopok tetején mindenhogy... Kilövi megint. Kilövi, fúj! És kilőtte az meg. A térképet nézd, ott kilövi a gesztibe. Fúj, kilőtte, megint. Ennyire bagos ez a pálya? Ez ott szerint, ja. Akkor elcsöppent, kilőtte, elcsöppent, jó. Ennyi. Tudtam, hogy ki fogja lőni. És megmondtam. Igen, már kilöküldések már mennek. Micsoda szénsebb kilöküldés, igen. Micsoda autókilöküldés. Micsoda USA részer kilöküldés. Ez a játéktól egy akkora autofelláció, hogy ez már... akkora autofelláció. Autofelláció, igen. Így ja, lövik ki a holdra az autókat. A Davilexnek van egy ilyen nagyon szuper technikája. Hát az autofellációra biztos, hogy van. Jesus! és tudod te azt mondja, hogy az mi? Hát, aki nem tudja, ott már baj van. Hát nem érte, tudod? Na? Nem érte, Balázs tudja? Szerintem igen, attól tartok. Hát a Wikipedia mire nem jó, na. Én indexforrót meg kell nézni, és akkor ott jó lesz. Indexet? Ooooooh! Úgy veszük, hogy ha az ember tudja, akkor legalább nem buta, de ha nem tudja, akkor nem csinálta. Ja. Mondjuk ez is, akkor viszont ez win-win szituáció. Én tudom, de nem csináltam, na. És Dávid pont kaputyukácsra ért ki. Nem buta. A többiek megbözzem. Itt van megint a rocket gáz. Rocket gáz? Rocket gáz! Ez kurvára gáz. Na. Igen. Ilyen szépeket mondjál, mert akkor magyarul nem tudó kollega megőrül. Gyűjtjük szóra egy köpéseket. Taneo. Mi? Kaleo. Taneo. Még jó, hogy nem Oreo. Kutya, eh? Igen. Tényleg most figyelj, ott van Taneo, figyeljétek. He? Mi van? Ott a táblán. Oké. Jó. Lacsek, kérem azt a gyönyörű hangeffektet. Milyen hangeffektet? Oké. Igen, tehát ez az, ami ilyenkor belepasztol. De amúgy erről a pályáról nekem miért pont az Intestate 82 jut eszembe? Mert neked minden rossz jut eszembe azért. Na bakra. Ha, és ott még megsérülve működik ott a rendőr? Képes. Tehát így... Ha nem van megroncsolva, igen. Még így is bírja. Két dolog lehetséges, egyik nem baszta szét magát, kettő zombi. Zombi autó. Na ez a rész emlékeztet engem a Crazy Taxi 3-ra, erre ez a rózsaszínes bevásárlós rész. Ismerős. Engem meg ez a rész a Portál 2-re emlékeztet. Tudjátok, hogy nekem... Kurva anyád, ne záródjál be! Köszönöm. De amúgy ez egy olyan köcsökség ez a kapu. De amúgy nézem, hogy ebből a pályán nekem az nem tetszik, hogy milyen ég van fönn. Hogy néz ez ki az ég? Füstfelhőbe vagy ahogy mi? Be. Hát amúgy ez tényleg tisztára úgy néz ki, mint a savas eső. Illetve fingeső. Hogy a felhők olyanok, hogy ilyen fekete felhők vannak. Ilyen fingeső. Ezek így gyászolnak, mert ez egy gyászjáték. Elég gyász, igen. Hogy felakadt a szikába a rendőr? Ajaj, ez baj. Azt a kurva, hogy megnyertem, azt a mindenit, hogy behoztam a végét. Azt a mindenit, az az előny. Azt, hogy megnyert! Elkapott egy sönönyt. Na, ezt szeretem a bármányokat, hogy ők ismerik az előnynek a definíciójáját. Jó van! Mi is nem adtuk meg, mert leszartuk. Ezt szeretem a Davilexbe, hogy tudja, hogy mi az az előnynek a definíciója. Ez már fáj. Szóval a nyakorról mindjárt. Mert itt olyan... Egem ezt tudjátok, hogy mire emlékeztek? Egy lószára.
Nagy büdös faszra. Igen, amiben Balázs bejött. Megállítsak, amire emlékeztet. Pringles! Pringles! Az igen. Free penaltis. Free peanuts. Ingyen mogyorok. Free nuts. Free nuts. Mi ez a hang? Valaki fokkul már. Húzza a gumit. Húzza a gumit, mert nem akarja tervesség. Elegőbb az autó, amint belementél. Meg a busz na, basz meg. Felszállnak a levegőbe. Héliummal van megtöltve. Bazd. Mik ezek, lufik? Pont ezt akartam mondani, hogy itt ezek lufi autók. Neki ütközik az autónak és felszállnak a levegőbe. Meg a busz nincs. Meg tényleg, meg a játék már nem csak az előny, nem csak az előnyt ismeri, hanem a szórakoztatást is. Azt hiszem észre, hogy ez a Yellowstone-nak ez egy kicsit máshogy néz ki a pálya, mint az előző, mert ilyen sivár, meg minden szar. Nem így nézett ki a pálya legelőször. Vagy igen? De, nekem ez ismerős. Nem úgy, tehát az a környezet, tehát ezek a fák, meg minden. Az előzött is így nézett ki? Nem, ez vidék. Tudom. Na mindegy. De hogy ez a Golden, vagy várj, mi ez? Yellowstone? Ez Yellowstone, igen. Aha. De amúgy tényleg nem tudom én már, hogy mire kell ez a pénz, ha már úgyis kimaxoltuk az autót. Mondjuk ebben a térben nem gondoltak a készítők arról, hogy esetleg kivegyék a dollárjeleket? Lehet, hogy ezt úgy mondtuk, hogy megtartatok. Én inkább azt hittem, hogy ezért. Az mi volt? De megint felszáll az autó. A levegőben még megállulnak. Igen, levegőben felborult, tehát levegő... De mi felül. Ezek beütötték a San Andreasnak egyik kódját, vagy mi? Lehet. Szerintem itt a Luftwaffe-val... Na bazd meg. Ez már lassan GTA. Az. GTA. GTA. Ahogy tényleg mi történik akkor, hogyha az a víz, ami hogy... jön ki a földből, hogyha rámész, akkor nem spriccel fel a levegőbe? Spriccel az mi? Keresztül spricceli az autót. De imádom, hogy itt hát figyelj, a... hát akkor by the way vizes lesz a kocsi, na. Na megint ki by the way, na megint. Izé, megfürdetik, mint a matukát. Matuskát, jön nem. Jaj, ne. Ajaj. Baj van. Baj. Morébb hűvölt. Ebből nagy baj. Ebből dráma lesz. Báj van. Engedjetek el? Geci. Köszönöm. Keci fej. De amúgy azt nézem, hogy ez a lufis téma, ez frontálisan működik? Úgy tűnik. Frontális ütközésnél? Lehetséges. Na mindegy. Lufi ide. Ez pont passzolt ide. Istenem. Na, és már csak Washington van hátra, és egy új pálya lesz, ha minden igaz. Hát látod meg, mi van? Washington. Bazzaj, nem áll. Tele van vassal. A vassal? A vassal, na. Vasal. Vasal. A vasallal. Vasal. Ott van az elnök. Az életednek is. Ott van a fehér ház. Ott van Trump, javáj. Ojoj. Bush. Ajjaj. Bokor Gyuri. Igen, a Bokor Gyuri. Washington DC. Washington David. Inkább akkor BC. Washington Marvel, légy szíves. De nem Washington is baszd meg. Hát a DC univerzet, akkor ahogy veszik, akkor Washingtonba játszódik az összes. Akkor Washington Marvel. Figyelj, akkor legyen nézve Washington AC, az jobb. AC/DC vagy mi van? AC/DC az. Washington AC/DC. Hát Washington vár. Kiadnának egy filmet USA Racer néven. Hát ne izé legyen. Egy kős kocsiból. Ne. Úristen, azt a itt. Azt ne izé legyen itt, hogy Washington egyenára van. Azt a milyen szolatót nyomott a Mercedes. Tehát érdekes, hogy stuntokban ez a Mercedes, ez nagyon gazdag.
Hát nem kéne, a kurva anyádat. Mert talán szőke vezeti pont azért. Jó, ez a város tele van csapdákkal. Ez egy védett terület. Yeah boy, már csak egy kör van. Yeah boy. Jaj. De mik ezek a vörös rudak? A vörös rudak. A háromszínek. Vörös Rudi! Túró Rudi! Milyen vörös háromszög Rudi van? Voltak ilyen összeállva, meg voltak ilyen kék háromszögek összekötve. Tehát valami úgy néztek ki, mint egy ilyen hinták, vagy nem tudom. Kék háromszögek, meg piros rudak, ez már kezd egy egész. A startnál LSD volt meg. Igen. Mindjárt odaérünk a startig. Jaj, még ezt vészeljük túl, aztán zárjunk. Úristen! Nem tudom, te elfáradtál ettől a játék? Unci! Hát annyira szórakoztatott. Unci fink! Örüljük, hogy mit akarnék tőle. Hát, azt inkább, azt biztos, hogy akarod tudni. Hát, jaj, bozgó. Te akar. Azt mondja, gyere a sarokba, bozgó, és tudjunk. Kuni, mindig csak kuni, ami az. És mérjük össze, kinek nagyobb ott lent. Fúj! Kinek nagyobb a kipufogója. Igen! A Volkswagen biztos tudja. Volkswagen. A Volkswagennek tudja, hogy mekkora a számlája az ízzábotrányra. Ki tudja, hol szeret a cápa. Így van. Jaj, az mi. És azt tudjátok, hogy hova megy a Seat? Na. Ibizába. És hova megy a csiga? Hova megy a csiga? Na. Hova megy a csiga? A sehova. De hova megy a csiga? Az agyadra! Agyadra, igen. Na, megnyertem a tournamentet. És nyertél egy Maseratit. Maserati. Úgyhogy igazából innentől kezdve az van, hogy a többi autóval is meg tudnám csinálni ezt a... Hát, de arra meg verseny, de azért semmi nem kell. Kurva jó volt. Ennyi elég volt. Szerintem is elég volt. Igen, bőven elég volt. Most ezek után egy hét addícióra kell, hogy menjek. Erekció? Mondom, addíció, te... Erekció, bazd meg. Most muszáj lesz szupervízióra járnod. Elvonóra kell mennem. Az ilyen. Ja, detox. Na, akkor zárunk. Ennyi lett volna. Téged zárunk be, igen. A USA Racer teljes mértékben. Teljes mértékben. Sikerült végigcsinálni. Úgyhogy nem tudom, esetleg gondolatok még, esetleg hozzászólások, pontozás, esetleg egy 0 és 10 között, nem tudom. Egy! Minusz végtelen! 10 pont! Vigyázzatok, kivelj mindjárt! Tíz pontot adok egy 10-es skálán. Én 100-as skálán 10-et. Én 100-as skálán 10-et. Geci ronda ez a játék mindig, amúgy úgyhogy... Sziszó volt. Ja, köszönjünk el! Ja, úgyhogy... Találkozunk legközelebb egy kicsit hátborzongatóbb résszel. Jaj! Na, igen, akkor csöcs. Legközelebb találkozunk, és ne felejtsétek a Davilex-et. De felejtsétek el. Őrizetlenül. Na. És na, akkor sziasztok mindenkinek, és ez egy jó játék, ne feledjétek. Sziasztok, minusz végtelen tér. A fasz csinálok a menübe. Jesus. Köszönjük, egyes. Ez gyönyörű.
Ja. Fogadjátok meg a Tavilex tanácsát, és játszatok ilyen játékokkal. A most nyomom ki a streamet, sziasztok! Sziasztok! Fogadjátok meg a Tavilex tanácsát! Sziasztok, mindenkinek hágába találkozunk! Na! Nem! Befogtad a pofádat, jó?